Köszönöm a szót. Tisztelt képviselőtársaim, az elmúlt több mint egy órában kisebb fajta pánik tört rám, hogy a végén nem marad egyetlen kormánypárti képviselőtárs se a teremben, de szerencsére azért ön bennmaradt, és nagyon köszönöm, hogy megtetszik hallgatni, mert igazán nem üres háznak beszél ugye az ember, mert hát azért mégiscsak néha az ellenzéket is meg kell hallgatni ezekkel a fura és erőltetett törvényjavaslatokkal kapcsolatban. Az LMP frakció minden olyan törvényt támogatni fog, törvényjavaslatot, annak társadalmazatba vételét, és szívesen vitázna is a parlament előtt ezekről, amely a családok valódi támogatását és boldogulását, védelmét hivatott segíteni. Például a rugalmas munkaidő, amiről Szabó Tímea is beszélt, nagyon jó lenne. Van olyan 6 gyermekes anyuka, ismerősöm, aki egyedül neveli a 6 gyermekét, tehát bőven eleget tett a kormány kívánalmainak, már úgy értem, hogy túl is teljesítette, és szegény, ha betegek a gyerekei, akkor bizony nem talál melléjük senkit, mert annyit nem keres, hogy ebből babysittert fizessen, és a munkáltatók ezt nem tolerálják. És a legkisebb gyermek óvodáskorú, kérdezem én, hogy mit tegyen szegény, hogyha a munkáltató jogszabályban nem kötelezett arra, hogy tűrje az ő távollétét, akkor hát ugye nagyon hamar újra munkanélkül lehet. Ezen kívül pedig főállású anyaként olyan kevés az a jövedelem, amit kaphat, hogy ez sem megoldás, hiszen több mint 10 éve nem emelték már ugye a családi pótlékot, melynek emelése égető lenne. És ugye az egyedülálló szülők esetében ez a támogatás különbség, ami hát nagyon elenyésző, hogy finoman fogalmazzak. Tehát a családi pótlék emelése is hasonlóan a mindenkori öregségi nyugdíjminimum emeléséhez, amelyet mindig elmondok, szükségszerű lenne már, hiszen rengeteg támogatásnak ez alapja. De túlléptem az időmet, köszönöm, és az államtitkároknak is ismét megköszönöm, hogy megjelentek és meghallgattak. Ja, nem! Köszönöm a szót!